És mint látjátok, felveszem az asztalomat is, valamint a hangomat is, és amint látjátok, letöltöttem ezt az Open Broadcaster szoftvert, azzal a céllal, hogy ugye csináltam ezt az egyórás kárpótló videót, és kurva sok idő volt feltölteni, ugyanis 4 óra volt a rendelés, és 4 óra volt YouTube-ra felrakás. Én ezen változtatni szeretnék, és a közeljövőben csinálni szeretnék legendori élő videót, mondjuk egy 3 vagy 4 órásot, tehát aki ráér, csak azt nézze meg, vagy későbbiekben nézze meg. És mondták nekem, hogy ez az Open Broadcaster Software, ez a legkönnyebb változata a Line-nak, a streamnek. És akár mondom, én megnézem, és akkor csak azzal a közleménnyel csinálnám meg ezt a videót, hogy majd akkor fogok csinálni streamet, élő videót. Szeretné nézni a live-omat, az nézze a elkövetkezendő napokat, mert amikor, hogy mondjam, én a iskolából ilyen szabadnapos leszek, vagyis az azt jelenti, hogy nem lesz olyan sok programom, akkor én egyből meg fogom csinálni az egyik délután ezt. Hát ez így néz ki. És hát ugye, jó, most frepszel vagy, tehát elnézést kérek, hogy egy kicsit taggol. Ugye az Actionnek a trial verziója leállt. És akkor hát itt van a stream indítása, itt a beállításoknál be kell rakni a YouTube-nak a élő URL-t. És akkor ott ezt bele kell helyezni. És akkor el tudjuk indítani. És tehát hogyha ezt én meg tudom csinálni, akkor ez zsír lesz. Na tehát ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel. És akkor nézzétek az elkövetkező napokat, mert ha hirtelen láttok egy olyan YouTube-on egy olyan címet, hogy élő Legendary MC, akkor klikkáljatok rá, és tudni fogjátok, hogy ez egy live.